Dr. Pál Judit, ismert klinikai neuropszichológus, pedagógiai szakpszichológus tartott tegnap előadást szülőknek, tanároknak, óvodapedagógusoknak Hódmezővásárhelyen. A meghívott előadó kifejtette, az ember ösztönös védekezésének része az agresszió, ami a maga nemében egy természetes dolog. Ez azonban kezelhető, mivel csak részben származik genetikailag hozott tulajdonságainkból. Az agresszió kezelés alapjait gyermekkorban kell letenni, ehhez megfelelő nevelő munkára és környezetre van szükség. A szakember a fejlődési folyamatok megértése érdekében a különböző neurológiai kapcsolatok kialakulását, egészséges vagy éppen hibás működését képi anyaggal illusztrálta. A viselkedés szabályozására néhány gyakorlati példát is hozott a szakember. Többek között a kártyajátékokat ajánlotta a gyermekkori alapok megteremtésére, az idegrendszer megfelelő szabályozásának elősegítésére. A gyermek számára a játék az érzelmi és szellemi fejlődést egyaránt szolgálja. A projekt a Széchenyi 2020 keretében valósult meg. Hódmezővásárhely a belváros rekonstrukciójának folytatására ugyanis 740 millió forintot nyert. Ennek része az a bűnmegelőzési programsorozat, amelynek egyik állomása volt a tegnapi agresszió kezeléssel foglalkozó előadás.